Bajba kerülhetnek a hazai élelmiszergyártók, a kiskereskedelmi láncok, ugyanis az árstopp miatt elszenvedett veszteségekre hivatkozva egyre inkább az olcsóbb és silányabb minőségű importtermékeket részesítik előnyben. Az Agrárkamara szerint a tendencia a magyar fogyasztói és nemzetgazdasági érdekekkel ellentétes, az átmeneti nehézségeken túl pedig az elmúlt években kiharcolt magyar beszállítói pozíciók gyengüléséhez vezethet. Magyarország továbbra is kitett erőteljesen az importnyomásnak, és ha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt időszak áremelései, aminek a hátterét sokszor megbeszéltük, energia árrobbanástól kezdve béremelkedésig a különféle szankcióknak az eredményei alapján, ma Európában a élelmiszárak tekintetében az utolsó helyekről körülbelül az utolsó egyharmadba kerültünk, tehát a közép-alsó mezőnybe. Tehát megtorpanni látszik a hazai termékek térnyerése a boltokban, pedig közép és hosszú távon minden magyar fogyasztó érdeke, hogy ne emelkedjen az importtermékek aránya a boltokban, azzal ugyanis csak tovább nő a külföldi beszállítóknak való kitettség. A folyamat a hazai élelmiszer önellátottságot, amihez minden adottsága megvan Magyarországnak, sodorja veszélybe. Hogyha meg akarjuk őrizni azt, hogy a polcainkon az elmúlt években komoly munkával elért eredményként akár a húsáróba, akár a tejtermékekben magyar termékek maradjanak meg, hiszen ezt mindenképpen keresi a magyar vevő szerencsére, akkor ki kell lenevezetni ezt a ársapkát, mert olyan mértékben zavarja a piaci működést, hogy hosszú távon ez a gazdákra fog negatív értelembe visszahatni. Mint ismeretes, a kormány novemberben döntött arról, hogy az egyes alapvető élelmiszerekre bevezetett ársapka intézményét 2023. április 30-áig fenntartja. Ebbe a körbe tartozik az étolaj, a cukor, a liszt, a 2,8%-os UHT-tej, valamint a tojás, a csirkemell és a farhát, valamint a sertéscomb is.